A letöredezett lélek darabkáinknak az újra visszahívására segítséget kértem a szellemi vezetőimtől, és az ő segítségükkel összeállítottam egy meditációt, és ismertetőt is, hogy tulajdonképpen miről is van szó, amikor arról beszélünk, hogy a lélek letöredezik. Ezek a darabok leválasztották az egyéni lélekről magukat, és más egyének lelkeihez csatlakoznak. Ezek a töredékek hiányosak, ami azt jelenti, hiányzik az isteni lényegük, hogy teljesen tudatos lelkek legyenek. Ezek szoktak kopogó szelleme, kísértetek, gondolati formák, elementálok, jelenésekként megnyilvánulni. Ők kisajátítják más lelkek auráját és beszennyezik az integritását. A nem integrált lélektöredék felfedezhető, ha az egyéni lélek érzelmi vagy mentális testet traumatizált, egészségtelen kapcsolatok esetében, mint például a birtokló szerelmi kapcsolatok, karmikus szerződéses kapcsolatok, vagy a lelkek szétestek azáltal, hogy háborús áldozatok voltak, elkövetők és áldozatok gyilkosságokban, nemi erőszakban, stb. És bármilyen esetben, amikor a lelkek egy rángató vagy pszichikai ráhatásos vagy birtokló személyen lépnek kölcsönhatásba. Ha megoldatlan érzelmi traumák véget például egy szeretett embertől elszakították, ahova érzelmileg kötődött valaki, jó esélye van arra, hogy a saját lélek töredékei ehhez a másik lélekhez kapcsolódtak. Ezért, ha megnézzük az egyes lelkeket, gyakran látni más lelkek darabjait az aurába ágyazódva, és ezek sötét foltokként, fekete lyukakként vagy geometriai anomáliákként jelennek meg. A lélekgyógyító gyakran sikeresen eltávolítja ezeket az energetikai mellékleteket, megpróbálja visszaküldeni őket, ahonnan letöredeztek. Vannak erre szakosodott lélekterapeuták. Amennyiben úgy érzed, hogy megpróbálod egyedül, akkor az alábbi kis meditáció segíthet ebben. Csendesítsd le az érzelmeidet, a gondolataidat, és kérd a te isteni jelenléted, segítsen neked, tegye meg a visszakeresést, és a visszahozást is. Kérd ezt a saját szavaiddal. Lélegezz mélyeket, de ne erőlködve, teljesen kilélegezve, a saját ritmusod szerint. Próbáld megérzékelni, ahogy visszatérnek hozzád. Előfordulhat, hogy hirtelen heves múltbéli emlékek jönnek elő, múltbeli fájó szerelem emléke, mert visszatérnek azok a töredékek. Képzeld el, hogy egy csodálatos vízesés elé állsz, a nap ragyog, a lábad alatt a nedves fű simogatja a talpadat, miközben a visszatért lélekdarabok a rád hullott cseppek áradatától megtisztulnak.
Ha ez neked nem jó érzés, akkor gondolj valami más lehetőségre. A lényeg, hogy örömmel végezd el a visszafogadást. Ha tudomásodra jut, megérzed, hogy van töredék, más lélek tör rád csatlakoztatva az aurád területén, akkor ezekre gondolva küld ki azt a szándékot, hogy ők is megtisztuljanak a vízesésben, vagy amit választottál a tisztítás eszközéül, majd engedd ezeket a töredékeket a fénybe, segítőidet kérve, Istent kérve, hogy küldjék el a töredékeket vissza a jogos tulajdonosaiknak. Lélegezz mélyeket. Könnyedén, lazán. Mikor úgy érzed, már megtörténtek a folyamatok, amiken végigmentünk eddig, akkor el lehet kezdeni az integrációs folyamatot, ami abból áll, hogy szeretettel visszafogadod őket és egyesíted a saját lényeddel. Ez történhet úgy is, hogy amikor belélegzel, elképzeled, hogy újra egy vagy velük. Egészé válsz. Erről az eseményről majd tudomást szerez a magasabb lélek családod is. Ez egy nagyon örömteli alkalom, amikor elkezdik felvenni a kapcsolatot veled. Egy bizonyos ponton a lélek család újra egyesül, ugyanakkor megőrzi egyéniségét minden lélek. A végső paradoxon az, hogy minden lélek végül egyesül az Istenséggel, míg ezzel egyidejűleg egyéni istenek saját jogon, szabad teremtők, mint Isten eredeti gyermekeivé válnak. Ez olyan, mint amikor egy földi család szétszórja magát a világban, és aztán hazajönnek egy családi összejövetelre. A család ismét együtt, de minden egyén saját, egyedi élettel és tapasztalattal rendelkezik. Ez a lélekcsaládok helyzete is. Akkor most örömködjünk, vegyél egy mély levegőt, húzd vissza magad a jelenbe, mozgasd meg a testrészeidet, ha úgy érzed, hogy az jó, köszönd meg a segítőidnek és magadnak ezt a bátor tettet. Én meg köszönöm a figyelmeteket, és máig egészségetekre.